Már hagyománynak számít a virágosztás Gyulán. 2020-ban a koronavírus járvány idején sem maradt el a program. Akkor, hogy csökkentsék a találkozások számát, és hogy nagyobb tömeg sehol se össze, házhoz vitték a növényeket azoknak, akik igényelték. A program 2022-ben is folytatódik, így idén is megtartja a tavaszi virágosztást a Gyulai önkormányzat. A növények átvétele most személyesen történik a lakcímkártya felmutatását követően. A különböző körzetekben meghatározott idő Pontokban és helyszíneken várják a környezetüket szépíteni akaró embereket. Az egynyári cserepes virágokat csak a lakcím szerinti körzetben élőknek tudják biztosítani. Idén is 40 ezer tő virágot szeretnénk a gyulai polgároknak átadni. Már novemberben megkezdődött az előkészítés időszaka, hiszen a virágok magjait el kellett ültetni. Tehát ez nem egy új keletű, hogy hirtelen most akkor április végén, májusban virágokat osztunk. Ez egy hosszú távú tervezési folyamat, és most eljutottunk odáig, hogy ahogy évek óta megszokottá vált az észak-törökzugi városrész, a törökzugi kertesházak és városnak a lakóit várjuk először. Április 25-e, 26-e és 27-én a hatószámú választókörzetben, a választókörzetemben lesz virágosztás. A hatos választókörzetben élők április 20 ig tudják telefonon lejelenteni virág igényüket. Úgy, ahogy eddig is, mindenki nyolc növényt vehet át.